Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Lezárulhat egy korszak a Pécs-Pogányi repülőtéren, évvégéig állami kézbe kerülhet a létesítmény. Ösztöndíj programok Szekszárdon, két lehetőség is vár a fiatalokra. Menekülnek a buszvezetők a városi cégtől, béremelés állítaná meg az elvándorlást. Szekszárdi őszi fesztivál, közel 50 ezeren vettek részt a programokon. Valószínűleg évvégéig megállapodás született a Pécs-Pogányi repülőtér tulajdonváltásával kapcsolatban. Erről is beszélt a paksi bővítésért felelős miniszter Harkányban. Süli János azt mondta, régiófejlesztésben gondolkodnak, nem csak erőműépítésben. Így a baranyai légi kikötő állami kézbe kerülése fontos egyrészt a beruházáshoz, illetve a helyi gazdaságfejlesztéshez is. A reptér megvásárlása 1 milliárd forint fölötti összeget jelent majd az államnak, de még pontos összeg nincs, mondta kérdésünkre Pécs alpolgármestere. Már hónapok óta egyeztetnek a Pécs-Pogányi reptér tulajdonjogának megszerzéséről, mondta Harkányi fürdő új részlegének átadásán a paksi bővítésért felelős miniszter hétfőn. Süli János szerint hamarosan kormányhatározat születhet, és az állam átveheti a pécsi légikikötőt. A mi egyik cégünk fogja a pécsi reptér hosszú távú üzemeltetését végezni, aminek úgy gondoljuk, hogy kibozdítjuk a holdpontról, meg lesz az a szükséges forrás, amivel a bővítést és a térség fejlesztését, akár az ide érkező fürdővendégeket, akár a Pécsvárosba érkező egyetemisták szüleik mozgását, vagy bízunk benne, hogy a térségbe több céget fogunk tudni hozni, mint ami eddig érkezett. Úgy kerülhet állami tulajdonba a reptér, ha megvásárolja azt a kormány, erről már megszületett az első döntés. A tulajdonosváltás fejlesztést is jelent a légikikötőben, mondta Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere stábunknak. Azt kértük az üzletrészvásárlás ügylet létrejöttére, hogy egy fejlesztésben együtt állapodjunk meg. Ugye tavaly megállapodtunk meg Pogánnyal, mind a földhasználati jogban, mind fejlesztési megállapodásokban. Ezeket a megállapodásokat támogatta a Pécsi Tudományegyetem is. És ugye idén az első lépcsője született meg annak a kormány döntésnek, ami arról szól, hogy maga az üzletrész vásárlási szándéka a kormánynak megvan, és ezt követően indul el maga a tárgyalás, aminek révén a konkrét számok is maga a szerződés évvégéig megszületik, és ugye Pogány és Pécs mellé tulajdonosként belép maga a magyar állam. Az alpolgármester szerint valószínűleg 1 milliárd forint fölötti vásárlás lehet a repülőtér megszerzése. Pontos összeg még nincs, ez is a tárgyalások részét képezi. Már zajlanak a Szekszárdi Tudásközpont kivitelezési munkálatai. A több mint 3000 négyzetméter alapterületű interaktív központban kap majd helyet többek között a megyei levéltár és a könyvtár, melyben egy 3 kilométer hosszú, tömöríthető és elektronikával mozgatható polcrendszer is lesz. A beruházásra a Modern Városok program keretein belül nyert támogatást Szekszárd megyei jogú város önkormányzata. A tervek szerint 2023. áprilisában tartják majd a műszaki átadót. Tehát ez egy elalakuló épület, az interaktív központi épület, körülötte 62 járműre való parkoló, 20 kerékpárra való, kerékpártároló. Böhm Tibor a Szekszárdi Tudásközpont kivitelezését végző ZAEV ZRT főmérnöke épp az új interaktív intézmény tervét mutatja stábunknak. A munkák már zajlanak, épp az alapozást készítik elő. A bruttó 3100 négyzetméter alapterületű létesítmény a Tolnai megyeszékhely volt laktanyájának helyére épül. A tetőterasz előtt van egy úgynevezett zöldtető, tehát nem szigetelés, hanem növényesített tető. Ez az épület egyik sajátossága. A másik, hogy a belső közösségi térbe egy zöld fauna van, egy valódi élő fa lesz beültetve, és az lesz az épület egyik dísze. A könyvtári részben lesz egy 3000 méter hosszan elhelyezkedő polcrendszer, amit tömöríthető és elektronikával motorosan mozgatható. A nem mindennapi központot a Modern Városok program forrásaiból valósíthatják meg Szekszárdon. A beruházás előre láthatólag bruttó 7,7 milliárd forintba kerül, mely már a tartalékkeretet is tartalmazza. Az épület 60%-át a levéltár és a könyvtár foglalja majd el.
A fennmaradó 40%-a a közösségi tér lesz, amit a legmodernebb eszközökkel szerelnek majd fel. Az épület sajátossága egy függönyfalas. Nem tudom, hogy ez Szekszárdon ilyen nagy épületek vannak-e függönyfallal ellátva. Ez közel 3000 négyzetméter faltól előrehúzott szerelt függönyfal, egy üvegpalota, egy rendkívül igényes szerelt homlokzattal. A főmérnök úgy nyilatkozott, az időjárással futnak versenyt, de eddig minden a tervek szerint halad. Az AIF ZRT már többször dolgozott a Tolnai megyeszékhelyen, a Babits Mihály Kulturális Központ és a Városi Piac átépítését is ők végezték. A Tudás Központ műszaki átadását 2023. áprilisára tervezik. Több helyszínen is látogatást tett Pécsen Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter egy gyárépület átadásán vett részt, de Kertvárosban is megfordult. Beszélt a gazdasági növekedésről és a pécsieket is megszólította, még a választási időszak előtt. Digitális gombnyomással adták át Pécsett az egyik legnagyobb koreai autóipari gyártócég új épületét. Az ünnepségen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is, aki elmondta, hogy már sok hasznot hozott a keleti nyitás nem csak Magyarországnak, hanem a partnereknek is. Tavaly, amikor a világkereskedelem több mint 5%-kal esett vissza, két ország közötti kereskedelmi forgalom 28%-kal nőtt, és hogy nincs megállás, azt mutatja az a tény is, hogy az idei esztendő első felében is volt egy 25%-os kereskedelmi forgalom növekedés, és azon belül egy 44%-os növekedés a magyar export tekintetében. A beruházásnak köszönhetően már most több mint 300 pécsi és Pécs környéki lakosnak adnak munkát, ami a jövőben akár 1000 fő is lehet. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, jó döntést hoztak 2015-ben. A magyar kormánytól a Modern Városok program keretében azt kértük, hogy a déli ipari parkban, Pécs déli határában új iparterületek megvásárlásával nyújtson segítséget az ipar fejlesztéséhez. Azt mondhatjuk, hogy a 6 éve elkezdett munkánknak a gyümölcse érett most be. Köszönöm. A gyárépület felavatása után Kertvárosba is ellátogatott a miniszter, ahol a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtő standok mellett állt ki és szólította meg a pécsieket. Arra szeretném kérni önöket, hogy a következő néhány hónapban is a jelöltjeinket itt helyben legyenek kedvesek támogatni. Két pécsi választókerület, amelyek fontos választókerületek, az ország egyik legnagyobb városáról van szó, amely szép jövő előtt is állhat, azt gondolom, ezért támogatja a kormány az itteni beruházásokat, a fejlesztéseket. Szijjártó Péter mellett szintén felszólalt Őri László is, aki elmondta, hogy 2018-ra sikerült rendbetenni a várost gazdasági szempontból. Egyúttal arra kérte a résztvevőket, segítsenek abban, hogy ne ismétlődjön meg a múlt. Ösztöndíj pályázatokkal segítik a diákokat és a felsőoktatási hallgatókat Szekszárdon. A megyei jogú városban két lehetőséget is igénybe vehetnek a fiatalok. Indul támogatás általános iskolásoknak és főiskolásoknak, valamint egyetemistáknak is. A Bursa Hungarika nevű ösztöndíj programot a felsőoktatásban tanulók vehetik igénybe. Szekszárdon tavaly közel 90-en éltek a lehetőséggel. A havonta utalt pénz egy jelentős részét az önkormányzat biztosítja, még egy másik hányadát az állam. A hallgatók rászorultsági alaptól függően kapják meg a különböző nagyságrendű összegeket. Az elbíráláskor a szakemberek azt nézik, hogy a diák családjában mennyi az egyfőre jutó havi jövedelem. Idén október 1-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. 6 millió forintos összeget különít el erre az önkormányzat a költségvetésből. A közgyűlésen felvetődött, hogy esetleg, ha netalántán olyan lehetőségek vannak, hogyha ezt az összeget tudjuk emelni, akkor minden további nélkül emelni kellene, amivel én is személy szerint maximálisan egyetértek. Egy másik, a Tanulj, hogy boldogulj nevű pályázatot általános iskolásoknak írták ki. Ezt a megyei jogú városban pénzváltót működtető cég finanszírozza, de az elbírálásokban az önkormányzat munkatársai is részt vesznek. Ennek az a jelentősége, és ez ebben az újszerű és jó dolog, hogy kérem, egy szekszárdi cég támogatja ezt a pályázati kiírást, és itt 10 000 forint per
hó összegben, és negyed évet utólag fizetnek azoknak, akik érdemesek és elnyerik ezt a pályázatot. Hát itt is a beadási határidő, ha jól emlékszem, szeptember 24-e, és az Önkormányzat Oktatási Bizottsága, a Ciklámentúrsz fog ebbe a dologba dönteni és folyósítani a díjat ezeknek az erre érdemes diákoknak. A Tanulj, hogy boldogulj nevű ösztöndíj pályázatra 5-től 8. osztályig jelentkezhetnek a diákok. Maszkviselési szabályok léptek életbe a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenleg nem mindenhol kötelező a védőeszköz viselése, de az intézmény rektora szerint erősen ajánlott. Mesete Attila bízik abban, hogy nem kell áttérni az online oktatásra se ősszel, sem tavasszal. A megkérdezett hallgatók is szeretnék megtartani a jelenléti oktatást, ezért elfogadják a szigorúbb szabályokat. Maszkban ülnek a diákok ezen a szemináriumi előadáson a Pécsi Tudományegyetemen hétfőn. Ez már az egyetem ifjúságúti aulája. Itt a legtöbben nem viselnek maszkot, úgy mint ez a két önkéntes hallgató, akik a Tanítsunk Magyarországért programhoz keresnek mentorokat éppen. Én úgy tudom, hogy előadásokon kötelező, viszont a közösségi terekben folyosókon csak ajánlott és nem kötelező. Hát nem örülök neki, de annak igen, hogy itt lehetünk személyesen, úgyhogy ha ez az ára, akkor bevállaljuk. Én is csak azt tudom, hogy előadásokon, szemináriumokon kötelező a maszk használat, a közösségi tereken, folyosókon pedig erősen ajánlott. Én személy szerint annyira nem örülök neki, mert szerintem egészségtelen reggeltől estig itt bent a maszkban ülni, viszont ha ez kell ahhoz, hogy ne online oktatás legyen, akkor kibírjuk. A nyájimmunitás elérése lenne a cél, és amíg ezt még nem értük el, addig szerintem kötelezőnek kéne lenni a maszkviselésnek. Én személy szerint beoltottam magamat, de óra közben még akkor is viselem a maszkot. Ezt mondták a hétfőn életbe lépett maszkviselési szabályozásról az egyetemisták. Az egyetem rektora azt mondja, mindenhol erősen ajánlott a maszkviselés. Mindenhol erősen ajánlott, de ahol kötelező, azok a nagy zárt terek, ahol például több száz hallgató számára tartanak előadást, illetve olyan szeminárium és gyakorlati helyisége, ahol a távolságtartást nem biztosítható. Tehát a valóság az, hogy mindenütt ajánlott, egyébként mindenkinek ajánlom, hiszen nem csak a Covid van még közöttünk, hanem a felső légúti egyéb kórokozók által okozott megbetegedések is szaporodnak ebben az időszakban. Mesete Attila azt mondja, hetente akár többször is tanácskozik az egyetem operatív vezetése. A rektor azt ajánlja mindenkinek, hogy oltassa be magát, hiszen így a delta variáns lefolyása is enyhébb lehet. Ha nő a fertőzöttek száma, akkor szigorítanak a mostani szabályozáson. De a rektor abban bízik, hogy a mostani fél évet és a következőt is jelenléti oktatással tudják végigvinni. Hiába állította Bomba Gábor és az éjjel Szekszárd, hogy Szekszárd polgármestere visszaélve hatalmával jogszerűtlenül módosította a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, valamint szervezte át a bizottságokat. Ezek a döntések a kormányhivatal vizsgálata szerint jogszerűek voltak. Ezt a megyei jogú város jegyzője mondta. Gábor Ferenc arról is beszélt, hogy hónapok óta hiába várják azokat az ügyvédi átvilágításoknak az eredményeit, amikért több millió forintot fizetett ki az akkor még éjjel Szekszárd vezette önkormányzat. A Tolna megyei kormányhivatal június óta vizsgálta a szekszárdi közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát. A törvényességi eljárást Bomba Gábor az éjjel Szekszárd frakció vezetője kezdeményezte, mert szerinte a nyári SMS módosítás és a bizottságok átalakítása törvénytelen módon történt. Júniusban emiatt az éjjel Szekszárd frakció tagjai látványosan ki is vonultak egy közgyűlésről. A vizsgálat most zárult le. Ez alapján Ács Rezső polgármester jogszerűen módosította az SMS-t, az éjjel Szekszárd és Bomba Gábor frakcióvezető állításával ellentétben volt erre lehetősége, és a hatáskörök módosítása, valamint a bizottságok összetételének megváltoztatása is jogszerű volt. Ezt mondta pénteken Szekszárd jegyzője. Erre vonatkozóan semmilyen megállapítást nem érkezett, úgyhogy továbbiakban is jogszerű a közgyűlésnek a működése, legitim a közgyűlés, a közgyűléseken hozott döntések legitimek, a bizottságok által hozott döntések legitimek, és a bizottságok összetétele, a hatáskör telepítések azok is legitimek, úgyhogy semmilyen állítás, amit ők megfogalmaztak, nem nyert valóságtartalmat, tehát nem igazok azok az állítások.
Bomba Gábor azt is kifogásolta, hogy az új SMS szerint a képviselőknek napirendi pontra vonatkozó javaslataikat az ülés előtt 10 nappal kell megtenniük. A helyszínen csak a polgármester vagy az alpolgármester vehet fel új napirendi pontot. Ezt a szabályt azért vezették be, mert az éjjel-szeg szervezette bizottságok sok esetben írásos előterjesztéseket sem készítettek. Ilyenkor a döntéseket szakmailag előzetesen sem a hivatal érintett szakembereivel, sem a döntés végrehajtására kijelölt személyekkel nem egyeztették. A jegyző szerint ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a döntések több esetben megalapozatlanok, végrehajtatlanok voltak. Azt láttuk, hogy ez a helytelen gyakorlat olyan szinten elszaporodott, hogy például a GVB esetében 97 olyan eset volt, amikor az ülésen szóban tettek javaslatot új napirendre, és szóban fogalmazták meg a döntést is. És nyilvánvalóan ezt mindenki láthatja, hogy egy ilyen komoly ügyekben ez nem megengedhető, ez szakmaiatlan. A kormányhivatal szerint viszont biztosítani kell minden képviselőnek, hogy napirendi pontot vetethessen fel. Ezért az SMS-ben apróbb módosítást végeznek majd a szakemberek, de Gábor Ferenc azt mondja, továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a döntések szabályozott és szakmai alapokon történjenek. A sajtótájékoztatón téma volt az éjjel-szeg szerd által több millió forintért megrendelt ügyvédi átvilágítások sorsa is. Az auditokat az önkormányzati cégeknél kezdeményezte az éjjel-szeg szerd, ám bár a számlát már kifizették, eddig semmilyen írásos dokumentumot nem mutattak fel az eredményekről. Emiatt Ács Rezső polgármester személyes egyeztetésbe kezdett az átvilágításokat jóváhagyó önkormányzati cégek felügyelőbizottságaival. A sportközpont esetében viszont ez eddig nehezen megy. Faragó Zsolt, a bizottság elnöke ugyanis 2 megbeszélt időpontot már lemondott. A mostani állás szerint jövő héten csütörtökön egyeztet a polgármesterrel. A kormányhivatal állásfoglalásával a kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort is. Szerettük volna tőle megtudni, miért állította, hogy például az SMS módosítása vagy a bizottságok átszervezése törvénytelen volt, miközben a vizsgálat ennek az ellenkezőjét állapította meg. Bomba Gábor viszont nem válaszolt a kérdésünkre, csak annyit írt, küldjük el neki a kormányhivatal határozatát. Újabb medencékkel, attrakciókkal gazdagodott a Harkányi fürdő. Átadták a Harka vízivilága elnevezésű strandrészt hivatalosan. Az összesen 761 négyzetméter vízfelülettel, 3 csúszdával, wellness és élményelemekkel rendelkező téli élményfürdő Harkányváros önkormányzata, illetve a Harkányi Gyógyfürdő ZRT fürdőfejlesztési koncepció alapján épült a magyar kormány milliárdos mértékű támogatásából. A koronavírus járvány miatt a hazai fürdővárosokban elmaradtak a vendégek, így volt ez Harkányban is. Az újabb fejlesztéssel azonban lehetőséget kapnak arra, hogy egész évben tudják fogadni a látogatókat a Baranyai fürdővárosban. Osztott medence, csúszdák, fedett terület, ez a Harkányi fürdőtér és strandja, amit hivatalosan 7 fő délután adtak át a Baranyai városban. A kormányzat segítsége is kellett a beruházás megvalósításához, és további segítségre is számíthat a fürdő, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. A kormány kizárólagosan magyar forrásokból fejleszti a Harkányi fürdőt. Itt minden olyan fejlesztés, minden olyan ütem, amit eddig átadtunk, azt gondolom, hogy európai színvonalú, és Magyarországon bármelyik fürdővel megállja az összehasonlításnak a mértékét, a mércéjét. Ez egy nagyon jó sikerült fejlesztés, elkészültek a következő ütemnek a tervei. Nagy Csaba felidézte, hogy 2018-ban 2 kormányzati döntés született, a 47 milliós határozat mellett egy 3,8 milliárd forintos is segítette a fürdő fejlesztését. A paksi bővítésért felelős miniszter azt mondta a megnyitón, hogy ők nem csak az atomerőmű fejlesztésében gondolkodnak. Nem önmagában Paksot szeretnénk, hanem régiót. Ebben a régióba pedig beletartozik Barany megye, Somogy, Tolna megye, és még a Dunatúl felén Vács-Kiskun megye is. És nagyon fontos nekünk, hogy itt fog a beruházáson több évig, évtizedig dolgozni több ezer ember, azoknak is a szabadidejét szeretnénk mi kulturáltan lekötni. A beszédek után következett a nemzeti színű szalag átvágása, majd ezután beléphettek az első fürdő vendégek az új létesítménybe. A pandémia miatt jelentős visszaesés volt a fürdő forgalmában. A téliesített strand nagyobb vonzerő lehet és növelheti a látogatottságot, mondta a Harkány polgármestere. Biztos, hogy több év kell, mire itt konszolidálódni fog a helyzet, de egyértelműen azt reméljük, hogy a téli strandfürdőzés, a téli wellness fürdőzés és a
teljes családot felülelő élmények és gyógyszolgáltatások együttmozgása azért jelentős vendégszám növekedést fog okozni mind a fürdőben, mind a városban. Hogy a számok mit fognak mutatni, azt majd jövő ilyenkor remélem, hogy már örömmel tudom önökkel majd ismertetni. A számítások szerint évi 700 ezeres vendégszámnál önfenntartó lehet a fürdő. Azonban szeretnének legalább 1 millió embert vendégül látni Harkányban. Ez a kitűzött cél a polgármester szerint. Szinte naponta lépnek ki a sofőrök a Tükebusztól, mert több fizetést kapnak új munkahelyükön. A Volánnál például 50 ezer forinttal járnak jobban, mint a városi cégnél. Ezért a Pécsi Közösségi Közlekedés Szervező Társaságnál folytatni kell a bértárgyalást, mondja az ott működő szakszervezet képviselője. Az elvándorlás következménye az lehet, hogy a mostani menetrend tarthatatlan lesz, mondja a szakszervezet is. Az egyeztetések szerint szeptember 15-éig kellene ajánlatot kapniuk, eddig azonban még semmi sem történt. Az önkormányzatnál egyelőre nem találtak nyilatkozót az ügyben. Naponta hagyják el a buszvezetők a Pécsi Közösségi Közlekedést bonyolító önkormányzati céget, mondja a Tükebusznál működő Szolidaritás szakszervezet helyi vezetője. Például mai nap is megtudtam, hogy valaki beadta a felmondását, tehát szinte egy-két nap leforgás alatt egymás után adják be, ahogy találnak helyet. A fizetéseket kellene rendezni, ez a legfontosabb, mondja a szakszervezeti vezető. A tárgyalások azonban megfeneklettek a Tükebusznál. 2021. július végén volt egy bértárgyalás, ott a munkáltató arra kérte a szakszervezeteket, hogy legyünk türelemmel szeptember közepéig, 15-éig, de azóta hivatalos megkeresés nem érkezett részünkre, hogy a bérfejlesztési tárgyalások folytatódnának. Persze most nap mint nap leszámolnak a gépkocsi vezetők, sokan átmennek a Volánhoz. Én is mondtam, hogy legalább 50 ezer forint nettó keresettel többre lenne szükség ahhoz, hogy ez az elvándorlás megálljon. Jelenleg 1211 forint alapórabért kapnak. Ezt szeretnék 1450 forintra megemelni, mint amit a Volánnál fizetnek. Ez 20%-os bérfejlesztés. A szakszervezet szerint az elvándorlás miatt hamarosan előfordulhat, hogy csökkenteni kell a jelenlegi járatok számát. Most papíron 280 buszvezető dolgozik a Tükebusznál. Kerestük az önkormányzatot, mint a munkáltató cég tulajdonosát a bértárgyalásokkal kapcsolatban. A sajtókapcsolatokért felelős munkatárs azt mondta, jelentkezik, ha valaki vállalja az interjút. Eddig ez még nem történt meg. Egy év alatt 10%-kal drágult a jogosítvány megszerzésének ára. KSH adatok szerint a tanfolyam átlagos ára 2021. augusztusában 235.050 forint volt. Böröc Mátyás, a Magyar Autóiskolák Szövetségének elnöke úgy nyilatkozott, ez elsősorban az üzemanyagárak rohamos emelkedésének és az autók drágulásának köszönhető. Azonban úgy tűnik, a képzés díjának emelkedése ellenére sem csökkent az érdeklődés a jogosítvány megszerzésére. Tavaly óta 10%-kal drágult a jogosítvány megszerzésének az ára. Míg 2020. augusztusában 212.500 forintba került átlagosan a képzés, addig idén augusztusban már 235.050 forint volt. A pandémia ebben a szektorban is éreztette hatását, a megszorítások jelentős bevételkiesést okoztak. Ennek ellenére egyáltalán nem csökkent a kereslet a szolgáltatás iránt, ami szintén felfelé hajtotta az árakat. Egy-egy vezetési óra most már 5000 forinttól akár 10000 forintig is terjedhet. Elsősorban az oka, hogy ugye már pandémia miatt nagyon sok olyan költség került elő, amit annak idején nem voltak. Nem csak a jogosítvány drágult, a kenyér, a tej, a javítási költség. A javítási költség 30%-a mentek, az alkatrész árak, azok is felmentek, az üzemanyag 15-20%-kal, és nem utolsó sorban az autóknak az ára is, az euró miatt megemelkedtek az autóárak. Magyarországon kicsivel több, mint 4000-en oktatják a gépjárművezetést. Lenne oktatói utánpótlás is, de a szabályok olyan szigorúak, hogy nehézkes a képzés. A katás adóváltozások miatt sok oktató elhagyta a pályát, mert sokkal nagyobb adóteher hárult rájuk a korábbiaknál. Böröc Mátyás, a Magyar Autós Iskolák Szövetségének elnöke úgy nyilatkozott, ahhoz, hogy a kollégái a Covid időszak alatti lemaradásokat behozzák, hetente akár 70 órát is oktathatnak, és a Közlekedési Alkalmassági Központ is tart vizsgákat szombatonként. Nem 160 órás
fizetésre vannak ezek kiszámolva, nem dolgoznak a kollégáim 220-260 órákat is, és az iskolák és a zárt ajtók mögött is kénytelenek ugye ezeket az eredményeket fölvinni. A magyar állam eddig is támogatta a 20 év alatti fiatalok jogosítványhoz jutását sikeres KRESZ vizsga esetén 25 000 forinttal. Ezt a kiváltságot most már kiterjesztették a Cseden, Gyesen és Gyeden lévőkre is. A korábbinál hatékonyabb, könnyebben használható pályázati rendszer várja majd a vállalkozásokat 2022-től. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Fischer Sándor, a kamara elnöke azt mondja, fontos lenne, hogy a jövőben a legkisebb cégek is igénybe tudják venni az állami és uniós támogatások minél nagyobb hányadát. Jövőre, 2022-ben nyílnak meg a következő 7 évre szóló uniós pályázatok. A vállalkozások szempontjából ez különösen fontos időszak lesz, hiszen Magyarország mintegy 51,5 milliárd eurónyi, vagyis több mint 1800 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz jut majd. A pénz hatékony elosztásának kidolgozásán és a pályázati rendszer átalakításán már évek óta dolgozik a kormányzat. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára azt mondja, a pályázati rendszerben kisebb változások lesznek csak, ezzel viszont a cégek sokkal könnyebben juthatnak majd pénzhez. Gyorsabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb lett a pályázati rendszer. Ez azt jelenti, hogy az eddigi eszközpályázatoknál 8-9 hónap volt az átfutási idő átlagban, mostantól ez 2-3 hónapra rövidül. Emellett a vissza nem térítendő támogatások helyett bevezetik az úgynevezett feltételesen vissza nem térítendőket. Ez azt jelenti, hogyha egy cég például az elnyert forrásból digitalizációra vagy termékminőség javításra költ, akkor nem kell visszafizetni az elnyert forrást. Ha viszont ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, akkor a pályázati pénz kamatmentes hitellé válik. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a jövő egyik nagy feladata az lesz, hogy a vártnál gyorsabban növekvő gazdasághoz legyen elég szakember, ennek során pedig kulcs szerepűt a szakképzésnek, azon belül is a felnőtt képzésnek. A képzés területén talán elő tudjuk segíteni azt, hogy megfelelő létszámú munkaerő legyen. Ez nálunk is nagyon fontos a megyében, hiszen bár nálunk volt a 2020-as évben a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, tehát 2,8%, ilyen még nem volt. A foglalkoztatás viszont megnőtt, és nincsen megfelelő olyan létszám, amely a munkaerő igényt ki tudja elégíteni. A következő 7 éves uniós ciklus pályázatai várhatóan jövő tavasszal jelennek meg. Madárpiszok borítja a járdát, az autókat, balesetveszélyesek a fák, mégsem történik semmi, panaszolta több lakó is a Pécsi Szabadság utcában. A szakaszon platánfák állnak az út mentén, ahol nyaranta rengeteg varjú rakfészket. A helyiek azonban a növények és a madarak miatt is sokszor anyagi károkat szenvednek, de a viharok hatásai is akadályokat állítanak eléjük. A terület önkormányzati képviselőjével közösen már többször is felkeresték a városvezetést és a Biokomot, de eddig nem történt változás. A lakók azt szeretnék, ha legalább elvégeznék a karbantartó metszéseket a fákon. Itt a Pécsi Szabadság utca 44-es szám alatti lakók nyújtottak be már többször is panaszt az útmenti platánfák és a rajtuk lévő rengeteg varjú miatt. Nemrég 70 aláírást is gyűjtöttek, a növények ugyanis sokszor balesetveszélyesek, főként viharok idején és azután, valamint a madarak által hátrahagyott piszok eltüntetése érdekében. Megszámoltam tavasszal a templomtól idáig 22 varjúfészek épült fel. Iszonyatos mennyiségű piszkot csinálnak, végzik a dolgukat, az autók, hát aki itt parkol ezen a részen, az gyakorlatilag naponta viheti mosóba. Dr. Szabó Sándor gyógyszerész vagyok, ennek a patikának a tulajdonosa, 30 éve vagyok itt, 90 óta. Ezek a fák sokkal kisebbek voltak, most mindegyik 25-30 méter magas lett, és mutatom, hogy milyen, de szeretnénk. Ez Pécsen, a Keszői úton, ugyanezek a platánfák így vannak megnyesve, tehát nem kivágatjuk, kivágatni szeretnénk, ugyanilyenre megnyesni, ugyanis ott is megszűntek a lakóktól, kapásból a
panaszok, ugye a falevelek miatt ugye az esőzések után eltömődik minden egyes átfolyó, lefolyó, és ezáltal teljesen vízes az egész járdaszakasz, és mi például kisgyermekkel vagyunk, és nem lehet találni a járdán olyan szakaszt, ami ne lenne víz alatt, esőzés után, ahol el tudnánk tolni a babakocsit. Tehát ez miatt is kérnénk azt, hogy oldják meg valamilyen szinten, hogy ugye esőzés után ne legyen eltömítve, és a járdán el lehessen haladni. A terület önkormányzati képviselője elmondta, hogy a fák meccése, amely a Biokon feladata, rendszeresen elmarad az utcában. Barkóczi Csaba hangsúlyozta, hogy már több éve próbálkoznak változást elérni. Több ízben intéztünk megkeresést a város vezetéséhez és az ezért felelős cégvezetőkhöz, azonban lényegében semmilyen eredményre nem jutottunk. 2020 decemberében az utca középső szakaszán egy nagyon rövid meccési munka folyt karácsony előtt, de itt a hátsó szakaszon már ez egyáltalán nem érzékelhető. Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a közelben található a vasútállomás. Így számos turista vagy diák elsőként a Szabadság utcán megy végig, ahol látható nyomai is vannak, például a madárpiszoknak. A lakók, amennyire tudják, megpróbálják karbantartani az utcafrontot, de előfordult már olyan eset is, hogy több tízezer forintot fizetett egyikük, hogy a tetőablakokat letisztítassa a fák miatt. Ezek ugyanis a házak fölé magasodnak, így anyagi kárt is okoznak sok esetben. Hamarosan ismét felkeresik a polgármestert, hogy reagáljon a lakók kérésére. Nagy sikere volt a szekszárdi őszi fesztiválnak. A vírus veszély miatt idén a korábbi évekhez képest szerényebb körülmények között rendezték meg a programsorozatot, mégis sokan látogattak ki a Béla Király térre és a borászatokhoz. Berlinger Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondta, a rendezvényekre közel 50 ezeren látogattak ki a négy nap során. Bár csütörtökön délután már a nulladik napon is közönségcsalogató programokkal várták a nézőket a szekszárdi őszi fesztivál szervezői, a hivatalos megnyitóra a szokásosnak megfelelően pénteken került sor. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, összefogásra volt szükség, hogy az évtizedes hagyományokkal bíró szüreti rendezvénysorozatot idén is meg lehessen tartani. Én azt gondolom, hogy a mostani fesztivál arra mindenféleképpen jó, hogy hitet ad mindenkinek, minden szekszárdinak, minden szervezőnek és minden környékben élőnek, hogy a hagyományok azok megmaradnak, és jövőre már korlátok nélkül önfeledten a régi hagyományokkal, több tízezer emberrel és nagy születi felvonulással tudjuk ünnepelni a város és a megye legnagyobb fesztiválját, legnagyobb ünnepét, a szekszárdi születinapokat. A négy nap során a szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves programot. A fesztiválhoz számos kísérő rendezvény is kapcsolódott, így többek között megnyílt a harmadik digitális triennálé, énekkari találkozót szervezett a szekszárdi német önkormányzat, melyre az ország számos pontjáról érkeztek kórusok, és az érdeklődők megtekinthették a Kálvária kilátó átépítésének terveit egy kiállítás keretében. A tavalyi évhez hasonlóan a borászok idén sem árusították portékájukat a rendezvényen, viszont a nyitott pincék akció keretében várták a kóstolni vágyókat. Bár sokan kilátogattak a hegyvidékre is, a megkérdezett borászok és látogatók véleménye az volt, hogy a jövőben a megszokott borudvar újra működtetése mellett tennék le a voksukat. Jobb lett volna rendes borudvar, mert azért így más a feelingje, az a gyönyörű környezet ott a város közepén, az emberek is szívesebben mennek oda, mert szeretnek így mazsolázni, végigni a rozékat, meg tehát egy ilyen áttekintést a borvidéknek a boraiból. Így meg hogy is mondjam, egy helyen leülnek, ahol találnak helyet, és akkor ott vannak egész este. Igazán a születi napok kellenek, ahol több tízezer ember van, nagy nyüzsgés van, én imádom a születi napokat ott kint, és nagyon remélem, hogy visszatérnek azok az idők, mikor újra kint lehetünk a Béla téren. És az tök jó volt, hogy ott egybe volt mindenki, nem az volt, hogy valamelyik ismerősünk itt van, vagy ott van. Ott azért egybe voltunk, és egyszerűbb volt találkozni. Az őszi fesztivál idején számos helyi együttes és civil kulturális csoport állhatott újra színpadra, nem kisebb sikert aratva, mint a meghívott sztár előadók. Berlinger Attila, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója úgy nyilatkozott, ez egy jó újrakezdésnek tekinthető. A négy nap során csak pozitív visszajelzés érkezett hozzá. Megpróbáltuk mindazon elemeket,
a sajnos leszűkített térbe, a Béla Király tér a város gyönyörű főterére felhozni, amelyek azért az előző években is mindig fontos elemét képezték ennek a fesztiválnak, és abban a reményben fogunk nekiállni a következő év szervezésének, hogy visszatérhet az élet a régi kerékvágásába, és egy teljesen ugyanolyan évet bonyolíthatunk le, mint talán a 2019-es volt utoljára. A becslések szerint az idei őszi fesztivál kínálatára a 4 nap alatt közel 40-50 ezer látogató volt kíváncsi. Születi fesztivál tartottak Tamásiban, aminek már igazi hagyománya van a településen. A kétnapos rendezvényre igazi őszi díszbe öltöztették a Túrmezei Erzsébet teret, ahol a színpadon kulturális műsorok hosszú sora várt a látogatókat. Már 5 éve, hogy kapcsolódik a rendezvényhez egy születi futás is, amelynek során a sötétben rúják a köröket a nevezők, míg a téren jó hangulatban folyik például a borok kóstolgatása. A nagy hagyományú rendezvényre a szervezők a programokat úgy válogatták össze, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, mondta város polgármestere Borga Ferenc. Addig élnek a hagyományaink, amíg ápoljuk őket, és ez a rendezvény erre kitűnő alkalom. Tamásinak számos testvérvárosi kapcsolata van, köztük Szupi Lászvárosával is, akik jelenlétükkel színesítették a programokat. Süli János a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tornamegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is meglátogatta a születi mulatságot. Hangsúlyozta, mennyire fontos a települések és azok értékeinek bemutatása egy-egy hasonló rendezvényen, melyre nyártól ismét lehetőség volt. A szület évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, jó borok, a felvonulás, a zene és a mulatság is szorosan hozzátartozik. Ezek természetesen nem hiányoztak Tamásiból sem. A születi felvonulás különlegessége a városban, hogy a népviseletbe öltöző felvonulókhoz csatlakoznak az itt működő civil szervezetek is, akik egy-egy megállónál kis ízelítővel szolgáltak a közönségnek. A Tolnai Borút gondoskodott arról, hogy a közönségnek lehetősége legyen, ha ugyan nem is az idei szület eredményét, de az előző évek borait kóstolgatni. Ahogy Cseng Tamás elnöktől megtudtuk, 46 féle borral érkeztek a kétnapos rendezvényre. 46 féle borunk van, 46 féléből, vagy egy félédesből, vagy egy édesből, vagy egy száradból, vagy egy rozéból, vagy vörösből meg fogja találni a borát, tehát próbálkozni kell. A hagyományoknak megfelelően a születi napok alkalmával Tamásiban futóversenyt is szerveznek. Idén egy 1300 méteres pályán kellett teljesíteniük a frávokat az indulóknak. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralévő részében. Akár végzetes is lehet, a mustgáz veszélyére hívták fel a figyelmet Vártonból. Megmutatták portékáikat a települések, közfoglalkoztatási vásárt tartottak Lengyel-Tótiban. 5. Aliszka katasztrófa védelmi országos IJS verseny, több mint 70-en vettek részt a megmérettetésen. Poloska invázió hazánkban, a lakásokba is beköltöznek a kellemetlenkedő rovarok. Lecsó különlegességeket készítettek Tolnán a helyi vándorló szépkorúak. A városban a rendezvényeikről ismert közösség tagjai 2. alkalommal tartottak Lecsó Fesztivált. Közülük sokan most találkozhattak először ismét a járvány tavalyi kitörése óta. 2. alkalommal rendezte a Tolnai Vándorló Szépkorúak baráti köre a Lecsó Fesztivált. Közel 70-en vettek részt a közös főzésen, ahol 5 bográcsban készültek az ételek. A lecsókat egy 3-tagú zsűri díjazta. Mindenki megmondta, mit szeretne. Mindenki megkapja az alapanyagot, a paprikát, hagymát, a paradicsomot, és adon kívül, amit szerettek volna. És azokat beszereztük, és most reggel szét lett osztva, és mindenki tüsténkedik, főzik a finom lecsót. Közösen megvásárolt alapanyagokból készítették az ételeket, de az már egyéni döntés volt, hogy ki milyen plusz hozzávalóval gazdagítja a saját remek művét. Került a bográcsokba mangalica szalonna, kolbász, de zöld bab is. Nem csak az alapanyagokban volt különbség, hanem az elkészítési módban is. Szalonnát kiolvasztottuk a zsírjából, kiszedtük, azt majd csak a legvégén fogjuk visszatenni, hogy megmaradjon ropogós állapotban, és akkor azon a zsíron a hagymát megpirítottuk, és rá a paradicsom, rá a paprika, és valami sütjük. Extra összetevő? Összetevő nincsen, annyi, hogy nem főzzük, hanem sütjük. A találkozóra több településről is jöttek résztvevők és baráti társaságok. Megköszöntötték a születés- és névnaposokat, volt totok vízkérdésekkel, kötetlen beszélgetés, és persze muzsika is járt a finom falatok mellé.
A most gázmérgezés veszélyére hívta fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Minden szakértő úgy nyilatkozott, legfontosabb a megelőzés, és bár évről évre csökken a balesetek száma, erre minden évben felhívják a figyelmet. Tavaly egy most gázmérgezés történt Tolna megye területén, és az tragédiával végződött. Nyugtáztam három fő légzősérelm mellett. A szüreti időszak halálos veszélyére hívta fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság azzal a bemutatóval, amit néhány napja tartottak Várdombon. A szervezet megyei igazgatója úgy nyilatkozott, leginkább a kistermelőket fenyegeti a mustgázmérgezés kockázata. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit musgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. A bemutatón részt vett Hirtné Illés Katalin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is, aki arról beszélt, fontos a gyors reagálás, ezért meghatározó szerepet töltenek be az adott város önkéntesei is. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek van a leges-leges legnagyobb helyismerete a településen, hiszen helyben lévő emberekről beszélgetünk, azokról, akik helyben, a településen laknak, élnek, és pontosan jól ismerik a terepviszonyokat és a helyszíneket. Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője kiemelte, nagyon fontos, hogy ha már megtörtént a környezetünkben a baj, akkor senki ne akarjon hős lenni, inkább hívja a 112-t. Önmagunkat soha ne veszélyeztessük. Nem leszünk képesek kimenteni légzésvédelmi eszközök, vagy bármi nélkül a bajba jutottad. Így csak több bajba jutott lenne. Ebből kifolyólag legfontosabb dolog az, hogy a tájékozódás után segítséget hívunk, és a segítséget kikalauzoljuk a helyszínre, és megmutatjuk, hogy hol is van a baj. A férfi 29 év mentős tapasztalattal a háta mögött azt mondja, az ilyen esetek közel 75%-a tragédiával végződik. Bősz Adrián, a szekszárdi Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a legjobb megoldás a megelőzés. Folyamatos szellőztetést kell biztosítani az erjesztő helységekben, és csak a megfelelő óvintézkedés mellett szabad oda bemenni. Testre szerelhető, gyakorlatilag mint egy mobiltelefon nagyságú széndioxid jelző készüléket ajánlanak, ütésálló, vízálló, tehát gyakorlatilag kollégákat pincészetekbe fel lehet ezzel szerelni. De a régi gyertyás módszer is segíti a mérgezés megelőzését, tette hozzá a borász. A statisztikák szerint az elmúlt 5 esztendőben 4 mustgázmérgezés történt Tolna megyében, amiből egy volt halálos kimenetelű. A szakértők azt mondják, bár csökkenő tendenciát mutat a mustgázmérgezések száma, fontos, hogy minden évben felhívják az emberek figyelmét a veszélyre. Továbbra is népszerű Somogyban a közfoglalkoztatotti program. A résztvevő települések a helyi sajátosságokat kihasználva találták meg a hozzájuk legközelebb álló gazdálkodási formát. Sok helyen konyhakerti növényekkel és abból készült portékákkal, máshol kosárfonással és varrással foglalkoznak. Az érdeklődők mindezeket megnézhették és meg is vásárolhatták a második közfoglalkoztatotti kiállításon és vásáron Lengyel-Tótiban. Tejtermékek, konyhakerti növények, gyümölcsök és az azokból készült savanyúságok, lekvárok is várták az érdeklődőket a Somogy megyei közfoglalkoztatási vásáron. 19 olyan somogyi település mutatkozott be, ahol közfoglalkoztatottak állítanak elő valamilyen terméket. Valamelyiket vonott vesszőből csináljuk. Kelevízen például évek óta nagy sikerrel készítenek használati tárgyakat vesszőből. A dolgozók közül többen már a kezdetektől a programban dolgoznak, és büszkék a termékeikre. Ezt nem lehet nem szeretni, mert amikor elkészül, mire az ember látja, hogy mi lesz belőle, addigra csodálatos terméket hoz elő. Andocson 3 hektáron gazdálkodnak a közfoglalkoztatottak, mindenféle konyhakerti növényt termesztenek. A termények jó része az iskola konyhájára kerül, amelyet így a gyerekek is szívesebben fogyasztanak. Nincsen benne vegyszer, és azért a gyermekek étkeztetésénél nem mindegy, hogy vegyszeres termékeket használunk fel, vagy saját termesztésű vegyszermentes termékeket. A közfoglalkoztatási programok lényege, hogy minden település a saját maga adottságait kihasználva állíthasson elő terméket.
a dél-somogyiak burgonyát termesztenek, másútt inkább kézműves termékeket állítanak, mi lengyeltoltiak műkövet gyártunk, ezzel országban is úgy ritkaságértékkel bírunk. Somogy megyében most mintegy 2600 közfoglalkoztatott dolgozik, jóval kevesebb, mint korábban. Sokan ugyanis el tudtak helyezkedni a versenyszférában. Fontos megmutatnunk azt, hogy ezek a programokban dolgozók igenis hasznos munkát tudnak végezni, és hasznos a számukra is, az önkormányzatok számára is. Ma Somogy megyében a júliusi adatok szerint 2624 közfoglalkoztatott dolgozik. Ez összehasonlítva a 2010 előtti adatokhoz nagyon jó számnak minősül, hiszen a csúcson több mint 12 ezer közfoglalkoztatott volt. Most az ő nagy részük képzéssel és a gazdaság fölpörgetésével sikerült az elsődleges munkaerőpiacon nekik állást kapniuk és munkahelyet kapniuk. A második Somogy megyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron a legszebb és legjobb standokat külön díjakkal is jutalmazták. Idén is rengetegen választották nyaralási úti célként a Balatont. A főszezonra már nem volt hely a szállodákban, zsúfolásig megteltek az éttermek, a strandok, de programokból, látnivalókból sem volt hiány. Bár a nagy fesztiválok idén elmaradtak, az emberek mégis szívesen jöttek kikapcsolódni a tóhoz. Az őszi meleg pedig még mindig sok turistát vonz hétvégenként a Balatonra. A nyarat idéző meleg sokakat csábított a hétvégén a Balatonhoz. Többen még a fürdést is megkockáztatták a tóban. Nagyon jó a víz. Ugyanis voltam itt hétfőn is, ma mi van vasárnap 6 napja, és akkor csak ketten voltunk a vízben. Most elég sokan vannak. Élénk forgalomról számoltak be a vendéglátósok is. Ez a balatonszemesi büfé ma nyitott ki utoljára az évben. Az üzletvezető szerint a nyári forgalmuk legalább ugyanolyan jó volt, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti szezonban. Július elejétől kezdődött az, hogy igazán szezon van, akkor voltak nagyon sokan, viszont az augusztus az mindig nagyon erős, akkor rengetegen voltak, akkor nagyon sokan voltak. Akkor teltház volt szinte minden nap, hétvégén meg még a teltháznál is többen voltak. A szeptemberi hétvégékre sem panaszkodhatnak a még nyitva tartó vendéglátósok. A jó idő sok vállalkozót arra sarkal, hogy legalább a hétvégeken továbbra is nyitva legyen. Remélhetőleg minél tovább tudunk nyitva tartani. Teszünk azért lépéseket, hogy az üzletet, a teraszrészt azért egy téli kertre alakítsuk át, és egy kis fűtőtesteket helyezünk be. Tehát annak a célnak az érdekében, hogy minél hosszabban tudjunk nyitva tartani, akár egy péntek, szombat, vasárnap nyitvatartásra is, de tudjunk vendégeket fogadni a Balatonon még a téli időszakban is. A vendéglátóhelyek mellett a települések is gazdag őszi kínálattal várják a tóhoz érkezőket. A jövő hétvégén a Balaton napján, a balatoni hajózás napján várják az érdeklődőket izgalmas programok, emellett a következő hétvégeken számos helyen hagyományos szüreti felvonuláson és bálon kapcsolódhatnak ki a Balaton szerelmesei. Több mint 70-en vettek részt az 5. Aliszka Katasztrófa Védelmi Országos IESZ versenyen Sötét Völgyben. A megmérettetésen nem csak a katasztrófa védelmi szervezetek munkatársai vehettek részt, hanem az országos rendvédelmi dolgozók is nevezhettek. A 4 év alatt hagyománnyá vált rendezvényt Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere nyitotta meg. Ez a szoba. Ő volt az 5. Aliszka Katasztrófavédelmi Országos IESZ verseny legfiatalabb résztvevője. A szerdán Sötétvölgyben tartott megmérettetésen 24 darab 3D-s cél várta a katasztrófavédelmi és a rendvédelmi szervek dolgozóit. A megnyitón Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte a több mint 70 résztvevőt. Elmondta, a nemrég megrendezett 3D IESZ Európa és Világbajnokságon is nagy sikert aratott a helyszín. Ez a hely, ez a Sötétvölgy, ez nagyon-nagyon alkalmas ennek a versenynek a megrendezésére. Szívesen jönnek az emberek, nagy létszámmal képviseltetik magukat, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen létszámban és ismételten a várost választották. Az első versenyen 2017-ben 38-an vettek részt, ami azóta szinte megduplázódott. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője elmondta, nagyon örül annak, hogy 4 év alatt hagyománnyá tudott válni ez az országos megmérettetés. Nyíregyházától tényleg Nemes Medvesig érkezett versenyző, és ami külön öröm számomra, hogy hölgyek is vannak.
és gyerekek is vannak. Találkoztam olyan hölgyel, aki a hátán kis hátizsákban hozza a kisfiát, és rákérdeztem, hogy így fog lőni, és mondta, hogy igen, így, ő így jár a versenyekre. Tehát mindennek megvan a kis maga kuriózuma, megvan a maga szokása és öröme. A versenyről senki nem távozott üres kézzel. Szekszárdváros önkormányzata egy a település történetét bemutató könyvet, az egyik helyi pincészet pedig egy-egy palack bort ajánlott fel minden résztvevőnek. A színpadon javában készülnek a Csárdás királynő bemutatójára a kaposvári Csiky Gergely Színházban, de a háttérben is sokan dolgoznak az előadásért. A teátrum szabóságában is lázas munka folyik, az utolsó simításokat végzik a részletgazdag jelmezeken. Ahogy látjátok, tültől kezdve csipkéig, flitterig, tollig, itt minden sejem, santunk. Különféle anyagokból készülnek a Csiky Gergely Színház előadásainak jelmezei, mutatja Szántóné Kis Tünde, a Varrodatár vezetője. Jelenleg a Csárdás királynő közelgő bemutatójának ruháin dolgoznak. Mivel ez egy nagy operett, sok szereplővel, sok jelmez készül, egy szereplőnek több ruha is. És az sem ritka, hogy az egyik jelmez alatt egy másikat is el kell rejteni. Hátul lehúzza a húzózárat, és egy mozdulattal ő neki az egyik ruhából le kell, hogy essen, és kilépjen, és ezáltal már is ott fog tudni állni majd a másik jelmezében. A női és a férfi Varrodában hetek óta dolgoznak a darab jelmezein. Mint mesélték, a munka azonban nem a varrással kezdődik. Amikor még csak tervbe van, nagyon sok mindenen át kell mennie, mind átvenni az anyagokat, beavattatni az anyagokat, még mielőtt nekiállunk az elkészítésének. Aztán, amikor próbára van állítva egy-egy darab, akkor utána előzetes próbára hívjuk a színészeket, van egy előzetes ruhapróba után, az esetleges leigazítások után történik még csak a befejező műveletek, és a befejező műveletek után is még vannak, amikor még újból kézbe kell venni a dolgokat, a jelmezeket, és még apróbb alakítások még utána is folynak. Egy-egy jelmezem. Mint Szántóné Kis Tünde mesélte, nagyon szeretik a kihívásokat és a rafinált szabásvonalakat. Nagyon szeretjük a gyerek előadásokat, a gyerek jelmezeket is. A korhű jelmezek is nagyon érdekesek és elgondolkodtató. Nem csak az a fontos, hogy szép legyen a ruha, hanem hogy kényelmes és viselhető is egyben. Ne gátolja a színészt a színpadon, akár ha lépcsőn megy le, vagy táncol. A Varrodatár vezetője elmondta, minden darab esetén folyamatosan egyeztetnek a jelmeztervezővel, és a színészek is többször próbálják a ruhákat, hogy azok a legjobbak legyenek a színpadon, legközelebb a Csárdás királynő bemutatóján. A felgyorsult klímaváltozás ellen küzdenek az erdészek, akár a bükkösök is eltűnhetnek. A megoldást a gén megőrzés jelenti, mondja Gál László, erdőművelési és közjóléti ágazatvezető. Ennek érdekében kezdték el az úgynevezett olasz molyhos tölgy felkutatását és szaporítását. Az erdőkben is nagy gondot okoz a klímaváltozás, ugyanis régebben több ezer év volt arra, hogy egy fafaj vándoroljon és kedvezőbb feltételeket találjon. Napjainkban azonban néhány évtized alatt drasztikus változások következnek be. Gál László erdőművelési és közjóléti ágazatvezető azt mondja, becslések alapján az átlag hőmérséklet 4,5 Celsius fokot fog emelkedni 100 éven belül. A jelenség számos élőlény életterét veszi majd el, többek között a bükkösökét. Így az erdészek feladata, hogy megoldást találjanak a problémára. A szakember úgy látja, a génmegőrzés jelenti az erdő jövőjét. Erre lehetőséget nyújt az úgynevezett olasz molyhos tölgy. Mivel egy hegytetőn vagy dombtetőn állunk, igen száraz körülmények között, reggeltől estig süt a nap, ezért ez a fa már nagyon sok mindent kibírt a több száz év alatt, és ez ad nekünk reményt arra, hogyha hasonló körülmények közé kerül az országnak egy nagy része, tehát ilyen szárazságok lesznek, mint ami most vannak, akkor ez a fafaj ezt vinni fogja. A gond az, hogy ennek a szaporítóanyagára szükségünk van. A levél fonálkán csillámszőrök találhatók, ez ilyen molyhos képet ad, és ez miatt a növénynek kevesebbet kell párologtatni.
Horváth Csaba, a Hőgyészi Erdészet műszaki vezetője azt mutatja, hogy az olasz molyhos tölgy miért szárazságtűrőbb más fajoknál. Gál Lászlóval több száz egyedet felkerestek, amelyekről termést gyűjtöttek, majd csemetét neveltek belőlük. Ezt követően pedig Dús község határban ültették el a növényeket egy úgynevezett géngyűjteményben. És a területen több mint 60 törzsfa utódait helyezték el. A célunk az vele, hogy a meglévő genetikai sokszínűséget, illetve ezt a szárazságtűrő képességű egyedeknek az utódait megőrizzük. Abból a célból egyrészt, hogy magunknak a jövőben, mikor várhatóan tényleg sokkal szélsőségesebbre fordul az időjárás, már legyen olyan gyakorlatilag egy ilyen ültetvényünk, ahonnan tudunk majd szaporítóanyagot gyűjteni. Horváth Csaba elmondta, fontos lenne, hogy az ország más térségeiben is felkeressék az olasz molyhos tölgy egyedeket, és hasonlóan elkezdenék azok szaporítását. A szakember szerint a fafaj a Dél-Dunántúlon a legelterjedtebb. Egyre gyakrabban tűnik fel már a lakásokban is az a néhány éve hazánkban is megtelepedett rovar, mely az emberre nem, de a tölgyesekre kifejezetten veszélyes. Amerikából érkezett, valószínűleg egy kereskedelmi faszállítmánnyal a csipkés szárnyú tölgypoloska. A tölgyfák levelein telepszik meg, és a növény nedvét szívva táplálkozik. Így néhány év alatt elpusztulnak a fák a kártevő miatt. Nehezíti a védekezést, hogy nincs természetes ellensége. Permetezéssel egy-egy fát meg lehet menteni, de egész erdőket lepermetezni képtelenség, mondja a szakember. Apró rovarok sokasága az ablakpárkány belső oldalán, míg a tévéstúdiónk folyósói ablakán is bejutottak ezek az állatok a belső térbe, hogy telelőhelyet keressenek maguknak. Ez egy betelepülő faj, a csipkés szárnyú tölgypoloska. Amerikából hurcolták be, valószínűleg egy farakománnyal. Az elterjedési útja is az volt, hogy először autópályákon a pihenők mellett jelent meg. Tehát azt úgy szoktuk nevezni, hogy autóstoppos állat, és azzal kerül be Európában. És onnan viszont nagyon gyorsan elterjedt, és hát mivel nincs ellene védekezés, ezért el is tud szaporodni. Nincs természetes ellensége, így még könnyebben tud elterjedni. Évente 3 generációja nő fel. Európában az összes fajta tölgy táplálékot jelent neki. Ennek a növénynek a nedvét szívja ki, ami a fák pusztulásához vezet. De az emberi lakókörnyezetet is megtalálja a hűvösebb idő közelettével, mint ahogy a képeken is látszik. Bemegy a lakásokba, általában mint minden rovar, vagy hát a legtöbb rovar fényre repül be. Emberre nem ártalmas, mivel növényi nedveket szívogat, de kellemetlen lehet. Egyrészt olyan, mint a harlekin katica, tehát hogy mondjuk az ablakok közép kitölti, vagy 3-400 rovar, az nem túl szép látvány, illetve hát meg is csíphet, ami esetleg kellemetlen, de semmi következménye nincs. Hazánkban 2013-ban jelent meg, akkor fedezték fel a Békés megyei Szarvason, majd onnan terjedt tovább és telepedett meg a tölgyesekben a fák levelein. A szakember azt mondja, védekezés és természetes ellenség hiányában jelentős károkat okozhat kontinensünkön, ahol 30 millió hektáron található tölgyerdő. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!